felkerült a rózsaszín szalagasára, és rózsaszín lufikat is osztogattak kedden délután a nyíregyházi kórház bejáratánál. Ez a szín ugyanis a nőiesség szimbólumaként a merrák jelképe lett. Az Egészségügyi Világszervezet 1985-ben nyilvánította október 1-jét a merrák elleni küzdelem világnapjává. Hazánkban 2002-ben szerveztek először rózsaszín sétát Budapesten, 4 éve pedig Nyíregyháza is csatlakozott a programhoz. Ennek célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét a betegségre és a megelőzés fontosságára. Megyénkben évente körülbelül 150 új beteg kerül diagnosztizálásra, országos szinten ez 6-8 ezer beteget jelent évente, sajnos még 1500-2000 közötti nőt elveszítünk ebben a betegségben most is. És azért is fontos ez a séta, ez a mozgalom, ez a program, mert azzal a jó hírrel tudok szolgálni, hogy a betegség ma 80-85%-ában gyógyítható. Ha a betegséget időben felismerjük, az eszközök intézményünkben is, a gépek, műszerek, gyógyszerek rendelkezésre állnak, amely a gyógyítást segítik elő, és így nagy rész ma már a gyógyulás útján egy krónikus betegségé alakul az egész, hiszen 80-85%-ban gyógyulnak a hölgyek ebből a betegségből. Ehhez ma már nagyon fejlett orvostechnikai eszközök állnak rendelkezésre. Amikor én kezdtem a pályámat, akkor a patológiai diagnózis egy ilyen kis fecni volt, amire azok ráírva, hogy CC intraductál infiltrans mammi, ma már 3 oldal. És ennek a 3 oldalnak óriási jelentősége van, mert ahogy nincs 2 egyforma ember, nincs 2 egyforma daganat. És nekem nem általában a daganatot kell kezelnem meg, hanem ezt a daganatot. Tehát ez is iszonyatosan mértékben fejlődött, és hála Istennek itt is rendelkezésre áll. Tehát tudjuk követni a legmodernebb trendeket. A tüdő és a vastagbél után a 3. leggyakoribb rák típus a merrák. Bár előfordulását tekintve dobogós, a halálozási arányt nézve csak a 7. A gyógyulás szempontjából kiemelten fontos, hogy időben, 1.-2. stádiumban felismerjék az érintettek. Az önvizsgálatot nem minden nap kell végezni, hanem azért rendszerességgel. Először is meg kell tanulni, hogy kinek milyen a melle, milyen a mellének a szerkezete, normális esetben milyen a tapintás, tehát egyik kezünkkel a másik mellett vizsgáljuk, tehát a jobb kezemmel a balt és a bal karomat felteszem, ez a legjobb mód, ha állva vizsgáljuk magunkat, vagy ha fekve akkor is, és végig tapogatjuk a mellett, először felületesen, utána mélyebben, és megnézzük, hogy a bimbó körül is rendben van-e minden, vagy váladékozás van-e, és a hónaljat is meg kell tapintani, tehát abban a régióban is lehet kóros eltérés. A magyarországi célzott figyelemfelhívó kampány indulása után az ingyenes népegészségügyi szűrésben résztvevők aránya közel 80% volt. Ma ez az arány alig éri el a 30%-ot, pedig az időben felismerés valóban életet menthet. Most leszek 14 éves október 20-án, ezt büszkén vállalom, hogy ez a 2. születésnapom. Hogy mit éreztem? Összedőlt a világ. Hirtelen nem tudja az ember, hogy mit is tegyen. Én rögtön rohantam a sebészorvosomhoz, hogy segítsen rajtam, és minél hamarabb legyek túl, mert én valahogy ezt úgy éreztem, hogy ez egy nagyon nagy feladat, egy borzasztó nagy valami, de túl kell rajta lenni, és valahogy menjen tovább az élet, ne okozzak fájdalmat a családomnak, hogy itt hagyom őket, az unokámnak, aki akkor volt 8 éves, hanem hogy végig kell csinálni, és hálásan köszönöm mindenkinek, az onkológián, a mezei főorvosnő volt az orvosom, de mindenkinek, aki segített, a onkopszichológusoknak, akikre nagyon büszkék lehetünk, mert más megyében nincsenek, Nyíregyházán viszont vannak, úgy tudom már 4-en is. Az emlőrák a 45-65 év közötti nőknél jelentkezik leggyakrabban. A túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, az egészségtelen étrend, a mozgásszegény életmód azonban növelhetik a rossz indulatú betegségekre való hajlamot bármely korosztálynál.